A mínusz 20 fokos hideg az első kerület útjait is próbára tette, ám a budavári önkormányzat gyors reagálású partnere a szerződés értelmében 24 órán belül kijavította azokat a kisebb kátyúkat, amelyeket a kerület gondnok jelzett, és a nagyobb összefüggő burkolatjavítással is elkészültek a nagy turista forgalom előtt. A várkerület útjainak és járdáinak többsége nem szorul komolyabb beavatkozásra, néhány rosszabb minőségű útszakaszt viszont idén is felújíttat a budavári önkormányzat. Ezek között a legnagyobb volumenű útépítés a Naphegy utcai. Itt a kivitelezést az elektromos szolgáltató is lassította, ugyanis közvetlenül a beruházás megkezdése előtt cserélte a földkábelt. A tavalyi év folyamán a Krisztina körúttól a Kereszt utcát már felújítottuk, itt egy út- és járdafelújítás volt, és az idei évben pedig a Czakó utcától az Orvos lépcsőig egy teljesen új járda fog épülni, egy akadálymentes járda. A hangulat mellett a praktikum, a használhatóság is fontos, ezért az új akadálymentesített járdán a Krisztina körútról körbejárható az egész Tabán. A budavári önkormányzatnak további rekonstrukciós tervei is vannak. Naphegy utca teljes útpálya felújítása. A Naphegy utca 29-ig, mert ott egy társasház épül, és teljesen a Lisznyai utcáig, ott viszont faltól falig elkészül járda, parkoló, gépkocsi bejárók és teljes útpálya. Az időben elcsúsztatott útépítések ugyan belelógnak a nagyobb forgalmat generáló oktatási időbe, de a tervek szerint az idei télen már egy csúszásmentesített, kisebb baleseti kockázatú útpályát használhatnak az autósok és a gyalogosok. Hangok, fények, helyszínek, ritmusok – ezek azok, amelyek inspirálóak Breszkovics Bernadett számára. A fiatal festőművész legújabb kiállítása a MOM Kulturális Központ Rey Károly galériáján tekinthető meg. Az alkotások célja, hogy egy vízióba, álomszerű térbe vonzák be a nézőt. Mindig van egy erős koncepcióm, egy erős belső indítatás, amit általában élmény alapján szerzek. Ezt úgy értem, hogy például egy térben vagyok, ami nagyon-nagyon nagy hatással van rám, vagy azért, mert megéltem ott valamit, vagy egyszerűen csak vizuálisan van egy erős hatással rám. A művész képei segítségével sajátos hangulatokat teremt. Különleges alkotásai az álom és a valóság közti szűk határmesdjén mozognak. A művek minden esetben egyedi technikával készülnek. Transfer technika volt ennek a festménynek az alapja, tehát valójában van benne egy fotó nyomat is, de csak helyenként, néhol vissza van kaparva, és tovább van festve. Az alkotó szinte már gyermekkora óta a festészettel foglalkozik. Először csak az iskolai rajzszakkörökön képezte magát, majd tanulmányait egy művészeti iskolában folytatta, jelenleg pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg a MOM Kulturális Központban.